be, mármint Mondóka. Mindenki a helyén. És tart, elindult át a nap második futam a megyeri díj, fogott tempóban megy el Mondóka, úgy tűnik vezetni. Mondóka előnye nagyjából másfél lesz az üldözőkkel szemben, kívül ott látom Mylek színét bent a falonkra, Neely Girl. Majd jön a favorit, másik de Pari, a sor végén pedig Black Blade, aki nagyon-nagyon nehezen akar lábra kapni, egy kicsit lovagolnia is kellett őt Bozsia Murzabájevnek, és van egy jó 3-4 hosszas hátránya a bolyjal szemben, amikor a kismezőny már elhagyta az ügető átjárót. Vezet még mindig Mondóka, és előnye nagyjából 2-3 hosszasra hízik Mylakkal szemben. Mondóka, Mylak, Glenilly Girl és másik de Pari, ők négyen egyelőre igencsak elléptek Black Blade-től, aki továbbra sem nagyon akar lábra kapni, és jó 10 hosszak kiszakadva követi a többieket. Az utolsó 800 méteren belül még mindig kézből jön Mondóka, azonban elindítja most már a favoritot Goran Mesetovic, másik de Pari szépen jön fel, ott van most már Mylak mellett, még bent a falon Grenéri Gör próbálja tartani a lépést a többiekkel. Az utolsó 400 méterhez közeledve Mondóka vezet, jön azonban a 2-3 éves, jön Mylak és jön másik de Pari, mögöttük három osszal leszakadva, csak a negyedik helyen egyelőre, Renéli Göl, amikor már csak 300 méter van hátra, Mondóka sokkal jobban fut, mint elsőre, a győzelem azonban így sem lesz meg számára, mert a távoztopon belül a 2-3 éves elmegy most már mellette, belül jön Mylak, kívül pedig másik de Pari, és másik de Pari nagy küzdelem után, de úgy tűnik, hogy győzelemmel kezdi idei pályafutását és idei szezonját. Másik de Pari nyeri a futamot, mögött a Mylak lesz a második, a harmadik helyre feljön Glenéli Girl, negyedik lesz Mondóka, ötödik Black Blade. Másik de Pari megőrizte a sanszosok becsületét, azonban mögött egy kicsit talán mondhatjuk, ha ilyen kis mezőről beszélünk. Hát igen, de mondtuk, hogy nevezve van a nemzetire, ugye Mylak, azért csak ott volt neki ez a 60 és feles forma, ami azért akárhonnan nézzük előtt, utána nem ismételte, de ott van. És közel van, nagyon-nagyon közel van a favorithoz, úgyhogy adott neki ugye 1 kilót. Nagyjából ennyi volt a különbség köztük, megnézzük majd az ismétlést, úgyhogy nagyjából egál formával tértek vissza. Kíváncsian várjuk ennek a 2-3-esnek a további hát, sorsát, vagy versenyeit. Hát a mérőszám az nem tudom, mi lett ebben a futamban, mert Black Blade az teljesen alárendelt szerepet nyújtott és mutatott. Figyelem, a másik nagy csalódás, hogy nem fut Black Blade. 5-ös, 6-os, 3-as. Őszintén szólva. Rettenetesen rosszul kapott lábra, nehezen kapott lábra. És utána sem nagyon akart elindulni. Azt mondtam, hogy azért ott kell legyen az első háromban. Hát sansza nem volt. Glenilly Girl meg megint azt csinálta, amit a múltkor, hogy a végén megindult, szemmel láthatóan akkor kapcsolt rá. Igazán ez most ráadásul 200 méterrel rövidebb táv volt, mint amin a múltkor futott. A Mondókán át tud szaradni. Egyébként nem is volt egy hossz másik de Pari előnye, egy jó fél rossz maximum. Tehát Mylak a túlsúly miatt még egy fél kilóval jobb formát is igazol, mint a favorit. Szóval Glenilly Girl valóban ugye feljön a harmadik helyre az utolsó 100 méteren. Rajta átszámolva lehet talán majd egy reális képet kapni ennek a futamnak az erősségéről. Bár ugye nyilván év elején főleg egy ilyen mini mezőnyben nem feltétlenül kell mindig olyan óriási súlyt adni ezeknek a formáknak, minden esetre az mindenképpen bíztató 2-3 évese nézve. Hát az idejében kikezdtek magukért a 3 évesek, tehát egy jó évjárat. Igen, eddig